pedig szeretném a pódiumhoz hívni azt a személyt, aki nagyon régóta a szívén viseli az értelmiséggel, az önökkel való személyes élő kapcsolattartást. Ezért rengeteg időt szán arra, hogy önökkel négy szem közti megbeszéléseken javaslatokat és tanácsokat kaphasson. A Mi Hazánk parlamentbe kerülése után pedig ő hívta életre az antiglobalista, valóban nemzeti értelmiség fórumát, a Magyar Jövő Találkozót. Az országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese, Dúró Dóra előadása következik. Szeretettel köszöntöm én is önöket, szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a vasárnapi napot ránk szánjátok, a közös eszmecserére, beszélgetésre szánjátok. Ez egy nagyon nagy érték számunkra, és igyekszünk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket egy ilyen közös beszélgetésre, egy közösen eltöltött nappal szemben támasztotok, és elnök úr személyesen is, és jó magam is természetesen itt leszünk a rendezvény végéig, hogy rendelkezésre álljunk, és ne maradjon senkiben olyan kérdés vagy felvetés, amelyre ne jutna idő. Szeretném külön megköszönni Kónyi Kisbotont, kabinetfőnökömnek az egész éves munkáját, aki rengeteget dolgozott azon, hogy ez a mai nap is létrejöjjön, illetve igyekszik egész évben élő kapcsolatot fenntartani, nem csak az itt ülőkkel, hanem azokkal is, akik nem tudtak eljönni a mai napon sajnos, de mindenképpen Botondot szeretném kiemelni ebből a szempontból, illetve itt szeretnék szintén köszönetet mondani Szakács Árpád főtanácsadómnak is, aki szintén oroszlán részt vállalt abban, hogy a Mi Hazánk mozgalom körül kialakulhatott és egyre bővül az értelmiségi holdudvar. Amiről én röviden szeretnék beszélni, az korunknak meggyőződésem szerint a legnagyobb kihívása, amit röviden úgy tudnék összefoglalni, hogy a civilizációnk éppen felszámolja saját magát. És ennek két vetületéről szeretnék különösen beszélni. Az egyik, hogy ez hogyan jelenik meg, milyen kihívások elé állít minket a politika világában, illetve a másik pedig az emberi kapcsolatokat hogyan alakítja át. Az önmagát felszámoló civilizáció gyakorlatilag a kultúra, a demográfia és a természet vonatkozásában is megnyilvánul. Zsuzsa is beszélt például az olimpiáról, ugye itt nem csak a férfi-női nemiség megkérdőjelezése történt meg, de egy olyan olimpiai megnyitót láthattunk egy elvileg valamikor keresztény országban, amely még a Vatikánnál is kiverte a biztosítékot. Elképzelhetetlen lett volna ez 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hogy egy keresztény ország a kereszténységből üzzön gúnyt. Mert akkor a helyén tudták kezelni azt a kulturális, vallási gyökeret, tradíciót, amire az egész civilizációnk felépül, amire a gyermekeink, fiataljaink, a családjaink tudata épül, és ami alapvetően meghatározza az emberek egymáshoz való viszonyát. És ma odáig jutottunk, de nem csak az olimpiai megnyitóval kapcsolatban, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek beugrik számos más olyan eset, amikor ez a nyugat-európai civilizáció éppen a saját maga gyökereit tapossa meg, azzal fordul szembe, és azt gúnyolja ki. A demográfiáról hosszabban is szeretnék beszélni a végén, de az a válság, ami egész Nyugat-Európában a globalizmus, a jóléti állam, a mesterséges társadalomban megnyilvánul, annak az elsődleges gyökerét a demográfiában és az élethez, a gyermekekhez való hozzáállásban kell keresni. És a harmadik, amit kiemelnék, az a saját élőhelyünknek az elpusztítása. Egy olyan civilizációban élünk, amely a saját élőhelyét zsigereli ki, pusztítja el, rombolja le, és az a föld, az a környezet, az a táj, ami a mi megélhetésünket ezer éve biztosítja, arra mi nem vagyunk tekintettel. Azt tönkre tesszük. Nem gondolva arra, hogy utánunk is magyar emberek fognak élni ezen a földön, és az ő gyermekeik után újabb gyermekek fognak születni, és ezt a tájat nekünk úgy kellene használnunk, hogy rájuk is tekintettel legyünk.
Látjuk azt, hogy a politikában mit okoz a globalizáció, és hogy hogyan zajlanak le akár Nyugat-Európában, akár az Egyesült Államokban különböző politikai események. De az egészet, hogyha visszavezetjük magára a globalizmusra, akkor a kulcs szó meggyőződésem szerint, hogy a globalizmusnak a célja az uniformizált ember. Teljesen világos volt ez a Covid idején is, és teljesen világos azóta is, hogy a globalizmus szeretné az embereket a saját érték alapú identitásuktól megfosztani, ezért zilálja szét a családokat, ezért zilálja szét a nemzeteket, ezért veszi el a kultúrát, hogy egy könnyen irányítható, könnyen befolyásolható fogyasztóvá züllessze le az embereket, akiket a pénzen keresztül a kezében tud tartani, illetve különböző hatalomtechnikai megoldásokkal, elsősorban a félelemmel és a konformitás iránti igénnyel meg tudjon félemlíteni, és ne gondolkodjanak egyáltalán az emberek, hanem megpróbálják őket irányítani a saját üzleti érdekeiknek megfelelően. A politikában a leghatékonyabb eszköz ennek nyilvánvalóan a média, azon belül is ugye a közösségi média, amely egyre nagyobb teret nyer, és ezügyben számomra a legmeghatározóbb olvasmány élményem Matthias Desmetnek a Totalitarizmus pszichológiája című könyve volt. Ugye róla mondta Tucker Carlson, hogy Matthias Desmet a legokosabb ember, akivel valaha is interjút készítettem a több mint 30 éves pályám során. Ki más is adhatta volna ki ezt a könyvet magyar nyelven, mint Szakács Árpád, ezúton is köszönet érte neki. És itt Desmet is megfogalmazza azt, hogy a félelemben tartás és az irányíthatóság a kulcsa annak a demokráciának látszó, vagy demokráciának nevezett valójában totalitárius rendszernek, amiben élünk, és ami keresztül irányítani akarnak bennünket. Ha a közösségi média térnyerésére tekintünk, és csak megnézzük a saját szűkebb pátriánkat, hogy lehet az, hogy Magyarországon egy parlamentbe bejutott párt elnökének a nevét nem lehet leírni, az arcképét nem lehet megjeleníteni, és egyáltalán azokat a rendezvényeket, amiket ő részt vesz, azokat nem lehet hirdetni egy közösségi média felületen. Mindenféle átláthatóság, bármiféle érdemi magyarázat nélkül. Ez önmagában olyan mértékű beavatkozás egy nemzeti szuverenitásba, amit nem kellene, nem lenne szabad tűrnie sem a magyar kormánynak, sem bármely más magyar pártnak. Mert ez olyan érdemi beleszólást jelent a választásokban, ami nemzetbiztonsági kérdés. És azok, akik annyira gyakran szeretnek hivatkozni ezekre a demokratikus eszmékre, azok ilyenkor csöndben vannak. És azt a diszkriminációt, azt az alátámaszthatatlan diszkriminációt, amit nekünk el kell szenvednünk, arra vonatkozóan megvonják a vállukat, vagy szétteszik a kezüket. De ugye nem csak a közösségi média hallgatja el a Mi Hazánk mozgalmat, hanem a fősodratú tévé és rádió műsorok is. Egészen döbbenetes, hogy milyen példákat látunk. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság ugye állami szervként minden hónapban készít kimutatást a főbb tévé és rádió hírműsorokról, és abban méri az egyes pártoknak és politikai szereplőknek a részvételét, a részvételi arányát. És minden egyes hónapban, amikor ezt közzé teszik, ugye idén európai parlamenti önkormányzati választási kampány zajlott, és a kampányt megelőző összes hónapban az összes párt közül mindig rendre a Mi Hazánk mozgalom kapta a legkevesebb megszólalási lehetőséget a főbb televíziós és rádiós hírműsorokban. Egyáltalán itt utalok vissza arra, hogy a média hogyan tudja befolyásolni az embereket. És ezt személyesen is tapasztaltam, a választást megelőzően én is gyűjtöttem ajánlásokat Budapesten, és volt olyan háztartás, ahova bekopogtam, és elmondtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, és miért jöttem. Egy középkorú hölgyel beszéltem, aki viszonylag jól szituált volt, ránézésre dolgozik, tehát egy normálisan szocializált emberről beszélünk, és azt mondta, hogy ő még soha nem hallott a Mi Hazánk mozgalomról, de a Magyar Pétertől jöttem-e. Tehát ez valami olyan mértékben sokkoló, és olyan mértékben mutatja azt, hogy milyen kibicsaklás
az, amiben gyakorlatilag a magyar politika működik évek óta, amivel szemben nekünk fel kell tudnunk venni a versenyt. Ugye önmagában látjuk azt is, hogyha nem csak a politikai vetületről beszélünk, hogy a digitalizáció és a depresszió kéz a kézben járnak. Tehát minél többet használja valaki az okos eszközeit, a kütyüjeit, annál nagyobb az esélye, hogy depressziós lesz, és arra most ki sem térek, hogy milyen mentális nehézségeket okoz a gyerekeknél az, hogy ilyen digitalizált világban nőnek fel, hogyha ezt nyakló nélkül engedjük és adjuk nekik. Egy kínai üzletember, Jack Ma, beszélt arról, ő a világ egyik leggazdagabb embere, és a Covid idején nagyon összerúgta a port a kínai kormánnyal a lezárás politika miatt, és a világ egyik leggazdagabb embereként megkérdezték tőle egy gazdasági fórumon, hogy mi az, amit szerinte tanítani kellene az iskolákban, és miért nem működik jól az oktatási rendszer. És ő azt mondta, hogy elsősorban emberi értékeket kellene tanítani. Első helyen említette a hitet. Aztán az önálló gondolkodást, aztán a csapatmunkát, és a másokkal való törődést. Ezt mondta a világ egyik leggazdagabb embere, hogy ezek azok, amelyeket át kellene adnunk a jövő generációnak, ahhoz, hogy olyan embereket tudjunk nevelni, akik gyarapítani tudják ezt az országot. És én itt szeretném megszólítani önöket, és szeretnélek megszólítani benneteket, mert ezzel az ürességgel és uniformizálással szemben mi azt szeretnénk, hogy megjelenítsük a mélyebb tartalmakat, hogy akik itt vagyunk, talán elkötelezettek vagyunk abba az irányba, hogy a politika ne egy rockstar politika legyen, hogy ne az egymondatos Facebook posztok döntsenek el választásokat, hanem igenis megszólítsuk azokat, magunk köré gyűjtsük azokat, akik szeretnének a nemzeti sorskérdésekre is érdemi, szakmai és a nemzeti értékrend iránt elkötelezett válaszokat adni. Ezért a hónap végén, szeptember végén indítunk egy szakmai blogot, ahol mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy az álláspontját különböző kérdésekben megjelenítse, illetve a szélesebb nyilvánosság elé is tárja. Ezt nem azért szeretnénk létrehozni, hogy a Mi Hazánk Mozgalom pártpolitikai célkitűzéseit támogató és alátámasztó blogot hozzunk létre, hanem azt szeretnénk, hogyha vannak olyan közéleti kérdések, már pedig vannak, amelyekben a nemzet iránt elkötelezett közösségnek akár belső vitái vannak, akár ezekre érdemi választ kell adnia, akkor erre fórumot hozzunk létre, és ezen a fórumon, ezen a blogon keresztül is tudjunk egymás véleményére reagálni, egymás ismereteit bővíteni. Ilyen még nem volt a Mi Hazánk Mozgalom történetében, életében, lévén, hogy csak 2 éve sikerült bejutnunk az országgyűlésbe, most érett meg szervezeti értelemben is a pártunk arra, hogy mindezt létre tudjuk hozni. Mikszáth Kálmán ugye azt mondta, hogy a magyar ember szereti keresni az igazságot, de nem szereti megtalálni. Remélem, hogy mi rá fogunk cáfolni erre, és ezen a blogon keresztül is sikerül majd egyre több kérdésben konszenzusra, vagy közös álláspontra jutnunk. És rátérve a globalizmusnak az emberi kapcsolatokra gyakorolt hatására, itt egy brutális rombolás az, amit láthatunk az elmúlt években, évtizedekben. És hogyha a demográfiára tekintünk, mint ahogy említettem, hogy ezt a területet ki fogom emelni, egyáltalán azt a kérdést kell feltennünk, hogy egy jóléti államban lehetséges-e egyáltalán elérni azt, hogy egy társadalom, egy nemzet, egy ország demográfiai értelemben gyarapodó vagy önfenntartó legyen. Mert azt látjuk, és ezt mindjárt néhány külföldi példával is alá fogom támasztani, illetve történeti kitekintést is teszek, hogy gyakorlatilag nincsen olyan jóléti állam, ahol a teljes termékenység arányszám, tehát hogy egy nőnek az élete során hány gyermeke születik, az elérné azt a bizonyos 2,1-es reprodukciós szintet, amit egyébként Orbán Viktor is megfogalmazott célként 2030-ra, majd most már 2035-re, de
nincs ilyen ország, illetve egyetlen ország van, amely ezt eléri, az pedig Izrael. Szeretnék egy kicsit beszélni Franciaországról, a skandináv államokról, Dél-Koreáról, Japánról, és az izraeli példát magyarországi viszonyokra vonatkoztatni, mert például nem lehet elmenni szó nélkül a cigány kérdés mellett sem, hogyha demográfiáról beszélünk. Franciaország teljesen világos, most már mindenki számára, és talán intő példa lehet, hogy bevándorló országgá vált, nem is nagyon gondolkodik már másban a francia politika, a francia politikai vezetés, és a bevándorlásnak minden egyes kulturális, bűnözési és egyéb következményeit már most viselik, és hogyha látjuk, hogy a demográfiai trendek, ha folytatódnak, már pedig folytatódnak, miért ne folytatódnának, akkor Franciaország elveszíti Franciaország jellegét, tehát az, amit mi gyerekkorunkban, vagy akár 50-60 évvel ezelőtt Franciaországnak neveztünk, arra már nyomokban sem fog hasonlítani az, ami akár már most kialakultott, vagy a következő 50-100 évben ki fog alakulni. Európában demográfiai szempontból nagyon sokáig bezzeg országokként tekintettek a skandináv államokra, mert hogy ott sem érték el ugyan a 2,1-es szintet, de 1,8 körül alakult a demográfiai mutatójuk, és sokan úgy gondolták, hogy akkor a skandináv receptet kell mindenkinek követni, és akkor majd változnak akár a keleti, közép-európai országok mutatói is. Ugyanakkor azt látjuk most már, hogy a skandináv országokban egy átmeneti felfutás valóban volt a család támogatási rendszer átalakítását követően, de ott is visszaesett nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy mértékben a termékenységi arányszám, tehát ez a modell sem bizonyul válságállónak. És a legdurvább példa szerintem az egész világon az Dél-Koreának a példája. Mielőtt Dél-Koreában beütött a jóléti állam, megemelkedett az életszínvonal, azelőtt egy családban átlagosan 6 gyermek született. Mihelyt az életszínvonal megemelkedett, 0,6 gyermek születik. És most már Dél-Korea talán az első olyan állam, ahol elkezdték feszegetni a szemléletnek a kérdését, aminek nagyon örülök. Dél-Koreában készítettek ugyanis felmérést arról, hogy miért nem vállalnak gyermeket az ottani fiatalok, és kerek perec a többség elmondta, hogy azért, mert a saját élet színvonalát, a saját konformitását az fontosabbnak tartja, mint hogy gyermeket vállaljon, tehát az egyszer élünk filozófia az, aminek ő szenteli az életét, és ilyen influencerek vannak, akik erre befolyásolják a fiatalokat, ezt a példát mutatják, és ezt tekintik követendőnek, tehát ott deklaráltan nem is szégyellik, hogy ezt mondják, most már Dél-Koreában ez a követendő példa. Ugye Japán a másik ilyen, és most egy zárójelet nyitok, mert nagyon gyakran megkapjuk mi is kommentelőktől, illetve akár fórumokon is, hogy majd, ha annyi bérünk lesz, mint a németeknek, akkor fogunk ugye gyermeket vállalni, vagy ha olyan életszínvonal lesz, mint Japánban, akkor majd fogunk gyermeket vállalni. Csak ha megnézzük, hogy a német demográfiai mutatók milyenek, akkor vannak olyan évek, amikor még rosszabbak, mint a magyar demográfiai mutatók, a japán pedig majdnem az egész világon a legrosszabb. Ugye Japán az egyetlen olyan ország, ahol több felnőtt pelenkát adnak el évente, mint gyermekpelenkát. Tehát látjuk azt, hogy az értékrend megváltozása milyen következményekkel tud járni. És Izrael példáját azért szeretném felhozni, mert ott államilag nyilván tartják vallási szempontból, hogy a különböző arab, vagy ortodox zsidó, vagy még a magukat nem vallásosnak mondó emberek is egy csoportot alkotnak. Tehát ott nyilván tartják vallási alapon, hogy mekkora az termékenység Izrael államban, és akkor ezt össze lehet hasonlítani azzal, ami Magyarországon, vagy akár Nyugat-Európában van,
hogy mi nem beszélhetünk arról, hogy a cigányságnak mekkora a lélekszáma, az újszülöttek között mekkora a cigányságnak az aránya, illetve Nyugat-Európában hány gyermek születik bevándorló hátterű szülőktől, bevándorló hátterű családokban. Nem tudjuk ezt a problémát, a magyar cigány együttélés problémáját anélkül megoldani, hogy ne lennénk tisztában a számokkal, ne lennénk tisztában azzal, hogy a probléma milyen nagyságrendjével állunk egyáltalán szemben. És amikor önpusztító civilizációról beszélek, akkor például erről beszélek, hogy mi nem beszélhetünk egyáltalán a cigány kérdésről úgy, hogy látjuk a valós számokat. Miért? Miért? Ez vezet ahhoz, hogy a liberalizmusnak, az ateizmusnak, a nihilizmusnak a köpenyével leöntve, vagy azzal betakarva a saját érdemi nemzeti sorskérdéseinket nem tudjuk megoldani. Van-e csodafegyver? Még ez egy kérdés a demográfiával kapcsolatban. Ha Izraelen kívül nincs olyan jóléti állam, aki meg tudja oldani, sem a skandinávok, sem a franciák, sem a japánok nem tudják megoldani, sem Dél-Korea a demográfia problémáját, akkor van-e egyáltalán csodafegyver, vagy egyáltalán mitől függ a magyar családpolitikának, mit kell tennie ahhoz, hogy ez megváltozzon? És igyekszem sokat olvasni nemzetközi elemzéseket is, illetve magyarországi adatokat is. Három olyan kérdés van, amelyre leszűkítik most már az okokat, és örülök neki, hogy a pénz mellett, amit egyébként nem szabad elhanyagolni ennek a jelentőségét, hiszen azért az látható, hogyha bővülnek a családtámogatások, akkor annak valóban van némi előmozdító hatása, de megjelent egyrészt a párkapcsolatok szempontja, hogy egyáltalán párkapcsolati válságban él a mai fiatalság, a mai társadalom. Mindjárt néhány sokkoló adatot még mondok ehhez kapcsolódóan, illetve az értékrendi kérdések. Ugye Izraelben a magukat szekulárisnak valló, vagy nem vallásosnak valló nők esetében is meghaladja a 2,1-et a termékenységi arányszám, mert azt látják a környezetükben, hogy mindenkinek sok gyermeke van, ez a társadalmi norma, hogy sok gyermeket vállalnak, és ezért ők is, bár nem vallási megfontolásokból, mégis vállalnak gyermekeket. És az idei évben Novák Előd az egyévi képviselői jövedelmét ajánlotta fel arra, hogy Magyarországon is részben egy hasonló kampányt folytassunk le, tehát a családi életformát népszerűsítsük. És amikor ezzel különböző, akár konzervatív, olvasó közönségű, de kormánypártokhoz köthető médiumot kerestünk meg, akkor ők még pénzért sem voltak hajlandók közzétenni ezeket a hirdetéseket. Tehát azt, hogy a nők legnagyobb dicsősége az anyaság, ez nem jelenhetett meg még magukat jobboldalinak mondó újságok hasábjain sem, úgyhogy semmiféle pártlogó nem lett volna a hirdetésben, a megrendelő nem Novák Előd lett volna, hanem az Anyaország Alapítvány, és még így sem jelenhetett meg ez. Tehát nemhogy a magyar állam saját maga a sok bugyuta plakát helyett nem indít családi életformát népszerűsítő kampányokat Magyarországon, amikor valaki magánszemélyként kezdeményez egy ilyet, azok sem jelenhetnek meg ugyanitt. És még egy személyes élményt szeretnék ezzel kapcsolatban elmesélni. Ennek a családi életformát népszerűsítő kampány sorozatnak része volt a nagycsaládos fotópályázat is, amelyre több száz pályamunka érkezett be, és én is leültem otthon a laptop elé, és elkezdtem nézegetni ezeket a pályamunkákat. És valami olyan melegség öntött el a szívemet, amit nagyon régen éreztem. És azt mondtam otthon a férjemnek, hogy na látod, ha ezt pörgetnék végig a mai fiatalok a Facebookon, és ezt dobná fel nekik a sok közösségi média, hogy itt is egy gyönyörű magyar nagycsalád, ott is egy gyönyörű magyar nagycsalád, és amott is egy gyönyörű magyar nagycsalád, akkor már önmagában változna a gondolkodásuk erről. De itt sem, mi sem ezt jelenítjük meg. A közösségi médiában itt sem ezzel találkoznak,
hanem épp ennek az ellenkezőjével fogyasszál minél többet, vedd meg ezt is, attól leszel értékesebb, ha márkásabbak a ruháid, és stb. Stb. Tehát igenis, nekünk is lenne arra lehetőségünk, hogy változtassunk ezen, és ehhez még pénz sem kellene. Az állam megtehetné azt, hogy egy tudatosan felépített stratégiát épít fel, és az egyébként is rendelkezésre álló erőforrásokat a családi életforma védelmének szenteli. De ezt nem teszi meg. Az elmúlt 14 évben sem tette meg. És ne csodálkozzunk azon, hogy Magyarországon a 30 éves kor alatti gyermektelen nők aránya 80%. 80%. És felteszem azt a kérdést, hogy ezek a most 20 éves nők nem egy ilyen társadalomban nőttek fel. Amikor ők gyermekek voltak, akkor még az volt előttük a példa, hogy azért kettő gyermeke, vagy annál több is akár, volt a családoknak. De azok a gyerekek, akik majd olyan társadalomban nőnek fel, ahol a 30 év alatti nők 80%-a gyermektelen, ők nem is látják majd azt a példát, amit ezek a gyerekek még láttak. Tehát exponenciálisan csökkenni fog a lehetősége annak, hogy demográfiailag fenntarthatóvá tegyük a saját társadalmunkat, ha nem történik valami nagyon radikális, nagyon intenzív beavatkozás. Összefoglalva, az önmagát elpusztító civilizációval szemben mi építeni szeretnénk azokat az értékeket, amelyeket az őseink is építettek számunkra. És ehhez várjuk az önök, ehhez várjuk a ti segítségeteket is. Köszönöm szépen a figyelmet!